Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok. Kétcsoportos bölcsőde építésére nyert 460 millió forintot Tolna egy topos pályázaton. A zöldmezős beruházás idén nyáron veszi kezdetét. A 24 gyerek befogadására alkalmas épületre nagy szükség van a városban. Fűves terület a Pittypangó óvoda mellett. Egyelőre semmi sem jelzi, hogy itt hamarosan nagy munka veszi kezdetét. A város ugyanis jelentős forrás nyert egy új bölcsőde építésére. Régi vágyuk a tolnaiaknak, hogy önkormányzati bölcsődébe hordhassák a gyereküket. Ugye korábban volt Tolnán és Mözsön is bölcsőde, de 90-es években megszüntetésre kerültek ezek. És jelen pillanatig, illetve a bölcsőde megépüléséig az önkormányzat úgy látja ezt a feladatot, hogy a családi bölcsődékkel, magán bölcsődékkel kötött együttműködési megállapodást, és anyagilag támogatja azokat a szülőket, mert nyilván oda sokkal többet kell fizetni, tehát magasabb a térítési díj ment egy állami önkormányzati bölcsődébe, és anyagilag támogatjuk azokat a szülőket, akiknek a gyereke ezekbe a bölcsődékbe jár. És most jött egy remek lehetőség, és pályázatot nyújtottunk be egy kétcsoportos bölcsőde megépítésére. Ez az egyetlen olyan beruházásunk a topos pályázatokban, ami egy teljesen zöldmezős beruházás. A gázt és a szennyvizet kellett átterveztetnünk, ez megtörtént. Most keresünk egy kivitelezőt, aki a telken átmenő, de egyébként nem ennek az épületnek a közműveit biztosító vezetékeket át fogjuk tervezni máshova, és át is fogjuk építeni, és utána kezdődhet meg. Várhatóan legkésőbb június 1-jével maga a kivitelezés, és erre 360 napja van a kivitelezőnek. 461 néhány millió forintról beszélünk áfával összességébe. Én azt gondolom, hogy ez nem kevés, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy a végén is bele fogunk férni ebbe az összegbe. Az épületben számos helységet alakítanak majd ki. Nagyon sok törvényi kötelezettség van arra nézve, hogy ezt a 24 gyereket egy bölcsődében hogy kell ellátni. Tehát ez nem csak egy terem vagy két terem lesz, hanem nyilván külön altatásra, játszásra, étkezésre, öltözésre, tisztálkodásra kell helységeket biztosítani. Külön melegítőkonyha, a személyzeti öltözők is ellátása is elég sok helyet elvesz majd ebből az épületből. Mindenféle takarító, tisztítószerek tárolása, tehát sajnos a törvényi kötelezettség miatt ez egy nagy épület lesz. Én először azt gondoltam, hogy túl nagy is akár 24 gyerkőcnek, de a szakértők azt mondták, hogy nem ennyi a szükséges, úgyhogy sajnos csak 24 gyereket tudunk egyelőre fogadni itt. A város vezetése úgy látja, egyre nagyobb az igény a kisgyermekek napközbeni ellátására a településen. Nagy az igény, hiszen egyre több gyerek születik itt a városban is, és nagyon sok fiatal is költözik a városba. Az elmúlt években számos olyan fejlesztés valósult meg a városban, ami a kisgyermekes családokat célozta meg. A beruházások sorába illik az új bölcsőde megépítése is. A Gesztenyés kert óvoda és a zeneiskola épülete teljesen meg tudott újulni. Az Apraja falva óvoda teljesen megújult. A zöld kert óvoda is, a fűtés, korszerűsítés és az ablakok, ajtók cseréje, nyilászárók cseréje is meg tudott valósulni. Közben topos pályázatból az iskolai épületek tudtak megújulni. És még 2013-14-ben a Pittypangó óvoda bővítésére is sor kerülhetett. Teljesen megújult az épület, és két új csoportot tudtunk oda építeni, de most úgy tűnik, hogy ez is kevés. Nem titok, hogy a Katolikus Egyház megye, még a dr. Udvardi püspök úr megkeresett, hogy esetleg építenének ide ők egy egyházi óvodát. Tehát várhatóan nem csak egy új bölcsőde, hanem egy új katolikus óvoda is épülhet hamarosan Tolnán. Közel 3 éve nem volt saját orvosa Tolna egyes számú gyermekorvosi körzetének. Március 1-től azonban dr. Weber Boglárka csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos tölti be a megüresedett állást.
Vele beszélgettünk többek között arról, hogyan indult el a gyógyítás útján. Tolna első számú gyermekorvosi körzetének március 1-től új orvosa lett, dr. Weber Boglárka, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos személyében. A doktornő jelenléte sok problémát megoldott, ugyanis általa közel 3 év után újra lett a körzetnek saját gyógyítója. Mindig is nagyon szerettem a gyerekeket, szerettem volna velük foglalkozni. Az igazság, hogy szerintem, mint a kislányoknak a többsége, én is tanítónéni vagy tanárnéni szerettem volna lenni. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, valahogy a tanulmányaim arra felé sodortak, hogy végül is az Orvosi Egyetemen kötöttem ki, és így alakult végül is. Pécsre jártam egyetemre, utána 2 évig dolgoztam Pécsen rezidensként, a gyerekkórházban kezdtem el dolgozni, ott olyan rendkívüli tanáraim voltak, mint a Súlyog professzor úr, meg a Harangi főorvos úr, és rövid kitérőt követően végül is Szekszárra kerültem, ugyanúgy, ahogy a Harangi főorvos úr is, gyakorlatilag ő utána jöttem Szekszárra, őt mind emberileg, mind pedig szakmailag nagyon nagyra tartom példaképnek, és nagyon hálás vagyok, hogy ismerhetem őt, illetve ez az összes szekszárdi gyerekosztályos kollégámra vonatkozik. Az évek során volt egy kis kitérőm a felnőtt gyógyászat felé, az SB-on dolgoztam a belgyógyászati sürgősségi osztályon, illetve mentőztem is egy rövid ideig, aztán utána az én életembe is beköszöntött az anyaság, van egy 2 éves kisfiam, és most kezdte el a bölcsödét, és hát visszahúzott a szívem a gyerekgyógyászathoz, és amúgy is testhez állóknak gondoltam az anyasághoz a házi orvosi feladatokat, mint a kórházban való munkát, úgyhogy így kezdtem el Szekszárdon és környékén keresgélni, hogy esetleg hol van szabad gyermekorvosi praxis, és így találtam rá a tolnai körzetre. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen szeretettel fogadtak mind a Barna doktornő, mind pedig a polgármester asszony, illetve az önkormányzatnál is. Tényleg nagyon sok segítséget kaptam ahhoz, hogy minél hamarabb nézőkenőmentesen menjen a beilleszkedés. Az egyetem alatt számos gyakorlat van, ugye sokat voltunk a gyermekklinikán Pécsen, illetve a gyerekkórházban, és nagyon tetszett. Meg nagyon kedvelem a gyerekeket, és úgy érzem, hogy ez visszafelé is így van, szerintem kedvelnek engem a gyerekek, és jól kijövök velük. Magánéleti okok miatt szinte az egész márciusi hónapban otthon kellett maradnia, így most megújult erővel tér vissza munkájához. Meglepetésként szolgálhatott az is, hogy márciusban gyakorlatilag csak 5 napot tudtam dolgozni, családi okok miatt távol voltam, úgyhogy a héten kezdtem el ismételten munkába állni, úgyhogy most új erővel remélem, hogy most megszakítások nélkül itt tudok lenni és tudok segíteni azoknak, akik betegség vagy egyéb probléma miatt a rendelésre jönnek. A rendelési idő vonatkozásában is nagyon rugalmas volt a Barna doktornő, úgyhogy ezt is gördülékenyen meg tudtuk oldani. Egy termem van, hogy helyt tudjak állni. Ugye nekem a házi orvosi feladatok most eléggé újdonságnak számítanak, mert ugye egy kórházi munka az más jellegű, úgyhogy szeretném megállni a helyem. Ami a legfontosabb az az, hogy szeretném, hogyha kedvelnének, szeretnének, minél kevesebb beteg gyerek lenne, de aki beteg, azon tudjak segíteni és meg tudjam gyógyítani. Most rövid reklám következik, majd egy gyönyörűséges kertbe látogatunk el Mözsre. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk! Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk.
Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Irodát, illetve ipari felhasználású ingatlant keres? Tolnán 3 darab 700 négyzetméteres fűthető csarnok kiadó. Lehetséges ipari vagy egyéb hasznosítás. Az ingatlanhoz iroda tartozik és 12 szobás szállás is kialakítható. A tervek készen állnak. Nem elég? Tolnán a volt laktanya területén 8000 négyzetméteres telken szerkezetkész 3-szintes társasház eladó. Szintenként 38-40 lakás, 500 négyzetméteres szuterén. Az erőmű közelsége miatt remek otthonteremtési vagy befektetési lehetőség. Még többet szeretne tudni? Keressen bizalommal a 0630 530 22 90-es telefonszámon. Folytatjuk is a Telena magazint. Számtalan csodát rejt a Mözsi Mercel György kertje. Az idős kertész sokszor építette át a területet, és számtalan növénynek ad otthont a ház körüli terület. Kedvence a nőszírom, amelynek számtalan változata pompázik a kertben. Bár az idő szürke, Mercel György kertje mégis gyönyörű színekben pompázik. A kertész szerint május környékén kell igazán életre a 7000 négyzetméternyi terület, ami négy részből tevődik össze. A nyugdíjas férfi mindezt egy személyben gondozza, de azt mondja, ez egyáltalán nem esik nehezére. A növények szeretetét egészen gyerekkorából hozza. Anyukám nagyon szerette a virágot, templomban járt díszíteni a virágotat, aztán akkor rám is ragadt valamennyi. Egész kis koromban meggyűjtöttem, Paksa laktunk erdő mellett a régi vasútállomáson, ahol van, ott laktunk a vasútállomásban, az ott a Duna, az erdő, a hegy, a hatos út, gyereknek nagyon jó helyünk volt, és akkor odaártam az erdőbe, még onnan is van növényem, egy, ami még onnan származik, az őse, és akkor utána Kórdra kerültünk, ott is erdőmhöz közel laktunk. Onnan van a legtöbb erdei növényem. Én csak Zöldségtakon végeztem a főiskolát. Hát itt dolgoztam utána a TSZ-ben, 37 évet. Utána 5 évre elmentem nyugdíjasként már Alsó-Tengelicre, a szociális otthonba. Ott is, ott igazán jól éreztem magam. Ott egy lerobbant, elhanyagolt erdős park volt, azt kellett gatyába rázni. Hát 5 év alatt arra járnak megnézteti. Nem tudom most milyen ügyen, de akkor nagyon szépen sikerült. Amennyit csak ráérek, jön reggeltől estig, szinte minden nap. A szombaton, sárnap nem annyira, már ők az unokákkal is kell foglalkozni. De ami szabad időm van, az mind rámegy. Ha csak nem ilyen idő van, mi most. Most inkább macskázok. Nőszírom, igazából az a legszebb növényem. Hát abból van a legtöbb, van több mint 1000 fajta. Számtalan faj megtalálható a kertben, melyek többnyire erdei virágok. A kertész azt mondja, nem igazán kedveli a kényes növényeket. Egyik évben, pár évvel előtt összeszámoltam, 650 faj, ez faj, de van olyan faj, amiből 1000, nem tudom, mind 1000 fajta van. Nőszirmokból.
akkor van egy faj sáslilomok, abból van 450-60. Van tulipánból is 100-110, nárciszból is egy 100-110. Egy 50-60 árnyék lirigom. Meg hát a többit azt nem tudom, már nem számolom a többit. Ezeket gyűjtöttem. A pestek miért járnak ki természetbe? Én meg egész nap itt lehetek kint igazából. A munka mindig jól esik, nem olyan túlságosan nehéz. Mercel György örömmel fogadja az érdeklődőket, látogatókat, szívesen segít bárkinek. Szoktak önni nyugdíjasok, szektárról, Tolnáról. Hát sokan járnak. Nyírszőlőstől egészen most a Magyaróvárig, meg voltak már Zalából és Baranyában is van egy ismerősünk, akiknek a társasága szokott jönni. Szívesen ők bárkinek. Én azt szoktam mondani, nekem azért van növényem, hogy másnak is legyen. Én nem olyan kertész vagyok, hogy tényleg pénzét csinálom, vagy mert nem abból élek. Aki szereti a virágot, az jöhet akármikor. Tudta, hogy a tolnai fonógyárban a 80-as években 4450 tonna fonalat állítottak elő, és azt tudta, hogy az úgynevezett fonal terjedelmesítéssel az 1980-as évektől csak Tolnán foglalkoztak, és mindezt az akkori legmodernebb gépekkel tették. A gyár arany korában 500-an is dolgoztak. Most Steinbach Ferenc, egykori igazgató meséli el a gyár történetét. A tolnai fonógyár a Magyar Selyemipari Vállalat egyik gyára volt. Hosszú évtizedekig itt hernyó selyemfonással foglalkoztak, ám elérkezett az a pont a 60-as évek vége felé, amikor már nem volt gubótenyésztő ember, aki ezzel akarta volna keresni a kenyerét. A gyárak vezetői úgy döntöttek, más iparák felé nyitnak. Ez volt a fonal terjedelmesítés, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy mesterséges alapanyagból készítenek fonalat nagy mennyiségben. A nylon termékeket többek között tehát a tolnai gyárnak köszönhetjük. A pesti vállalatot nem lehetett továbbfejleszteni, új épületre volt szükség. Így került ez a tevékenység Tolnára, aminek a vezetője akkor Steinbach Ferenc volt. Rendelkezésre állt egy 3800 négyzetméteres alapterületű épület fölhúzása. És hát tulajdonképpen így kezdődött 1968-ban a tolnai terjedelmesítés. A budapesti Dunacérnázóba mentek tovább képzésre, ott 9 hónap alatt sajátították el az ismereteket. Egyes munkakörökben 3-4 hónap tanulásra volt csak szükség. Ezzel párhuzamosan a környező településekről folyamatosan toborozták a munkaerőt a tolnai gyárba. Az üzem fénykorában közel 500-an dolgoztak. A fonoda mellett volt egy cérnázó üzem is. 6 napot kellett dolgozni, amit 2 nap szabad nap követett. Ezzel a munkarenddel tulajdonképpen a szabad szombat, vasárnap az csak 6 hetenként esett szombatra, vasárnapra. És ennek következtében a tulajdonképpeni szabadnapok azok hét közepére, hétnek bármelyik 2 napjára esetett. Na most ez volt talán az egyetlen gát többek részéről, amiért nem vállalták. A gépek kiszolgálása nem volt nehezen betanulható, tette hozzá az egykori gyárigazgató. A magyarországi kötődék kielégítése volt a cél.
különösen még amikor a Dunacérnázó egyedül létezett, akkor is egymás után jöttek azok a problémák, hogy mindig többet és többet szerettek volna vásárolni az ország kötődéi. De hát a Duna be volt határolva, és a tolnai terjedelmesítés teljes beindulásához természetesen egy bizonyos időre volt szükség. Fél év alatt azonban a tolnai üzem is beindult. A Dunacérnázón használt gépeivel folyt a munka. 1970 második felébe már itt is kaptunk nagyobb teljesítésű gépeket. Majd 1971-ben Franciaországba ment Tolnáról egy küldöttség a Sotexa céghez, ahol megismerkedhettünk egy új rendszerű, egy új típusú terjedelmesítő géppel. Innen vásárolta a gépeket, közülük három Tolnára is került. Évekkel később ismét francia gépeket vásároltak a Tolna megyei gyárba. Ezek az utolsó gépek naponta minimum egy tonna fonalat állítottak elő, és tulajdonképpen ezzel a meglévő gépparkkal, amivel a Dunában meg Tolnán rendelkeztünk, ezekkel körülbelül ki lehetett elégíteni a magyar kötőipart. 1972-ben 663 tonna, három évre rá pedig már közel 1560 tonna fonalat terjedelmesített az üzem a különböző modern gépeknek köszönhetően. 1984-ben már összesen 4450 tonna fonalat kellett előállítaniuk. Egy idő után a tolnai gyár foglalkozott csak ezzel a tevékenységgel Magyarországon. A gyár és annak vezetése életében azonban jelentős változások történtek a rendszerváltás környékén. Steinbach Ferencet pedig indoklás nélkül és azonnal leváltották 1989 végén. Hát egy ideig még azt mondták, hogy legyek a anyagraktárnak a vezetője. Hát azt, mivel nem volt más hirtelen lehetőségem, elfogadtam természetesen egy föltétellel csak, hogy ha én egy személybe leleltározhatom az egész raktárt. Steinbach Ferenc a szakképzésben hasznosította a tudását, oktatta a fiatalokat. Azt mondja, a tanítást is nagyon szerette. A tolnai üzembe pedig eközben számítógéppel vezérelt új gépek kerültek, a neve is megváltozott. Először Tolnatex fonalfeldolgozó KFTV, később egy német tulajdonos jóvoltából dr. Günther Krast lett. A német cégnek nem azért vásárolta meg a gyárat, hogy szintetikus fonalakat állítsanak elő, hanem azért, hogy kurens üvegszövetek hagyhatják el a gyárat. A fonal terjedelmesítés az évek során csökkent, 2008-ban pedig végleg befejeződött ez a fajta tevékenység a tolnai gyárban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!